A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Média Centrum valamennyi nézőjét. Folytatódik az a sorozat, amelynek már negyedik adásához érkeztünk el. A devizahitelesek ügyével foglalkozunk, illetve az adósok ügyével. Stúdiónk vendége ezúttal is szakértő, közreműködő vendégünk, dr. Várhelyi Tamás ügyvéd. Köszönöm, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat. Azt ugye már a legutóbbi adásunk során említettük, hogy a fizetési meghagyás kérdésköre az megér egy külön tematikát. Úgyhogy a mai adásunk középpontjában ez fog állni, és talán elsőként egy fontos kérdés, hogy mi is az a fizetési meghagyás? Fizetési meghagyás a közjegyző hatáskörébe tartozó, nem vitatott pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló nemperes, polgári nemperes eljárás, ez a hivatalos definíciója. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy akinek, és a egy bizonyos értékhatár alatt, tehát 3 millió forint alatt kötelező fizetési meghagyással indítani az eljárást, tehát nem lehet közvetlenül bírósághoz fordulni, először meg kell kísérelni, fizetési meghagyás útján érvényesíteni a követelést. Ez úgy néz ki, hogy aki úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy neki valaki tartozik, van egy meghatározott összegű tartozása, az bemegy gyakorlatilag bármelyik közjegyzőhöz Magyarországon, és ott kéri a fizetési meghagyás kiállítását. Most itt a bemegy, az egy ilyen viszonylag, tehát ezt nem kell szó szerint érteni, hogy be kell kocogni a közjegyző, meg lehet tenni egyébként, de ezt elektronikus úton is elő lehet terjeszteni, sőt a jogi személyek, cégek, egyebek csak, illetve a jogi képviselővel eljáró fél, az kizárólag elektronikusan terjesztheti elő a fizetési meghagyást. Itt erre van egy nyomtatvány, amit ki kell tölteni, ki a hitelező, ki az adós, mennyi a követelés, mikortól, milyen kamat, milyen költségek. Gyakorlatilag ennyi a lényege. Az, hogy ez miből származik, azt meg kell jelölni, de nagyon fontos, hogy a közjegyző sem a fizetési meghagyásnak a jogalapját, sem az összegszerűségét nem vizsgálja. Tehát nem nézi azt, hogy ki kéri, kitől kéri, mennyit kér, miért pont annyit, miért nem a felét, miért nem a dupláját. Ő kizárólag annyit tesz, hogy ezt a fizetési felszólítást, vagy fizetési igényt, ezt közvetíti az adós felé, tehát küld neki egy meghagyást, egy levelet, hogy ezt tessék 15 napon belül kifizetni, pont. Erről szól a fizetési meghagyás. Egyébként ez a fejléce is ez ennek a nyomtatványnak, ez egy 6-7 oldalas, ilyen táblázatos nyomtatvány, fizetési meghagyás, így kezdődik, és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, a MOK, a feladó, az egy ilyen közepes méretű ablakos borítékba érkezik ajánlott tértivevényes levél formájába. Akkor az egy másik nagyon fontos kérdés, hogy mit tehetünk, hogyha fizetési meghagyást kapunk. Igen. Nyilván bontjuk ki a levelet, meg vegyük át. Így van, tehát azért azt tudni kell, hogy a fizetési meghagyások több mint 95%-a emelkedik jogerőre ellentmondás hiányába. Tehát 100 fizetési meghagyásból 95 ellentmondás hiányában jogerőre emelkedik. Mert ennyire nem foglalkozik azzal az adós, ha kap egy ilyen hivatalos küldeményt. Mindenképpen vegyük át, mert ha nem vesszük át, az nem jó taktika, mert ha nem kerestével visszamegy a közjegyzőhöz, akkor a közjegyző megállapítja az úgynevezett kézbesítési fikciót, hogy egyébként kézbesíteni próbáltuk, nem sikerült, és ugyanúgy kézbesítetnek minősül,
ezzel a kézbesítési fikcióval, és ugyanúgy meg tud indulni a végrehajtási eljárás. Csak akkor ugye nyilván azt sem tudjuk, hogy mi szerepel a fizetési meghagyásban. Fogalmunk nincsen benne. Így van, így van, így van. És onnantól kezdve borzasztóan nehéz visszafordítani az eseményeket. Mert a fizetési meghagyásnak az a lényege, hogy ha és amennyiben jogerőre emelkedik, akkor ugyanúgy viselkedik, mint egy jogerős bírósági ítélet, tehát végrehajtható. A jogerős fizetési meghagyás alapján a közjegyző, a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző kiállít egy úgynevezett végrehajtási lapot, és onnantól kezdve az önálló bírósági végrehajtó ugyanúgy jár el, mint egy jogerős ítélet végrehajtásakor. Nyilván két esetet különböztetünk meg. Az első talán az, amikor mondjuk az ember kinyitja a borítékot, szembesül az összeggel és elfogadja a követelést. De ilyenkor azért van mondjuk részletfizetésre lehetőség, és hogyha igen, annak akkor mi az útja? Ha részletfizetési, kezdjük onnan, hogy ha valaki kap egy ilyen fizetési meghagyást, nagyon-nagyon rossz taktika, és borzasztó sokszor tapasztalom én is azt a saját praxisomból, hogy azért nem mond ellent az adós a fizetési meghagyásnak, és azért nem foglalkozik vele, mert ő azt a céget, aki ott fő van tüntetve, azt ő nem is ismeri, ő azzal semmilyen kapcsolatban nincs, azzal ő szerződést nem kötött, ő azzal nem foglalkozik. Ez nem jó taktika, ez egy borzasztó rossz hozzáállás, mert mondom, a közjegyző nem vizsgálja a fizetési meghagyásnak a jogalapját, tehát akkor is jogerős lesz a fizetési meghagyás, ha azzal a céggel egyébként az adós semmilyen kapcsolatban nem állt. De hát azért ugye itt a devizahiteleknél is, meg egyéb tartozásoknál is az engedményezések, akár sorozatos engedményezések folyamatában könnyen lehet, hogy olyan cég lesz a követelésnek a jogosultja, akiről akkor az adós soha nem hallott. Tehát ha egyébként olyan cégtől kap fizetési meghagyást, akiről egyébként nem is hallott, meg fogalma sincs, hogy mi az, akkor pláne ellentmondást kell előterjeszteni, hogy akkor derüljön ki, hogy akkor ez most valós, nem valós, hogy kell ezt elképzelni. Tehát akkor kell pláne foglalkozni vele, ha olyan valakitől kap, akit nem is ismer esetleg. Ha meg egyébként elfogadja azt a mert ismeri a céget, tudja, hogy van ez a tartozás, stb. Igen, és az összeg is szerinte úgy reális, meg jó, meg minden, akkor a kibocsátó közjegyzőtől tud részletfizetést kérni. És ezt általában megadják, vagy? Persze. Jó, és akkor van a másik eset, amit már így részben taglaltunk, hogy mi van akkor, hogyha az ember ezt nem fogadja el? Mikor lehet, hogy érdemes ellentmondással élni? Gyakorlatilag az összes létező fizetési meghagyás esetében a nagyon-nagyon-nagyon egyértelmű és teljesen kristálytiszta eseteket leszámítva, amivel én még magam nem nagyon találkoztam. Tehát minden egyes esetben érdemes ellentmondással élni, ami gyakorlatilag a törvény is azt mondja, hogy bármilyen olyan nyilatkozatot, amiből arra lehet következtetni, hogy nem ismeri el a követést, azt ellentmondásnak kell tekinteni, de azért célszerű egyértelműen fogalmazni. Egyetlen egy mondatot kell visszaírni a közjegyzőnek. Nagyon fontos, hogy annak a közjegyzőnek, aki kiállította a meghagyást, és nem a Magyarországos Közjegyzői Kamarának, mert ezt a hibát is nagyon sokan elkövetik, hogy föladják levélben az ellentmondást, de rossz címre. Még egyszerűbb, hogyha megkeresnek egy ezzel foglalkozó kollégát, jogi képviselőt. Egyetlen egy mondatot kell egyébként leírni, ellentmondással élek, a fizetési meghagyásba foglalt követelés jogalapját és összegszerűségét vitatom, azt nem ismerem el, pont. Ügyszám, felek neve, kész. Tehát ezt az egy mondatot, ellentmondással élek, mert nem ismerem el, kész. És abban a pillanatban, hogyha ezt határidőben, és ez nagyon fontos, hogy ezt az ellentmondást a fizetési meghagyás készhezvételétől számított 15 napon belül lehet meg... Nap vagy munkanap? Naptári. Naptári. Mert ez is naptári. Tehát naptári lehet nap, ilyen banánhéj, ami megcsúszik az ember. Igen, 15 naptári napon belül lehet ellentmondással élni.
és nincs az, hogy a 16., de csak egy kicsit késtünk el, 15. napon, az átvételtől számító 15. napon fizetési meghagyás jogerős pont. Nincs miről beszélni. Ilyen kézbesítési vélelem megdöntése, meg igazolási kérelem, meg ilyenekkel lehet operálni, de nagyon minimális az, amikor ez sikerre vezet. Azt a 15 napot kell betartani, ez több mint 2 hét. Én úgy gondolom, hogy 15 nap bárkinek elegendő kell legyen arra, hogy ezt az egyetlen egy mondatot leírja, vagy elmenjen egy jogi képviselőhöz, megbízza a jogi képviselőt, hogy járjon el ebbe az ügybe, és akkor a jogi képviselő terjeszti elő az ellentmondást. Ha az ellentmondást joghatályosan, határidőben sikerül előterjeszteni, akkor a közjegyző azonnal megállapítja, hogy az eljárás perré alakult, becsukja az aktát, és azt mondja, felhívja a jogosultat, aki kérte a meghagyás kibocsátását, hogy akkor 15 napon belül, neki is 15 napja van, 15 napon belül az illetéket, ugye az eljárási illetéket a polgári peres illetékre egészítse ki, és a keresetlevelét mellékleteivel, egyebekkel együtt a megfelelő bíróságon terjessze elő. Ha 15 napon belül nem terjeszti elő a keresetét, akkor az eljárás megszűnik. Gondolom, erre azért nem nagyon van példa. 10-ből 7-szer. Komolyan? Hát persze. Hát ahogy említettem az előbb, 10 meghagyásból 9 ellentmondás hiányába jogerőre emelkedik. Tehát egy követeléskezelő cég, vagy egy ilyen hasonló profilú cég azt mondja, hogy ő kibocsát mondjuk 150 darab fizetési meghagyást. Abból 100-120 darab jogerős lesz ellentmondás hiányába, tehát az már végrehajtható, és akkor az tulajdonképpen már előbb-utóbb bevételt fog produkálni. Lehet, hogy azt mondja, hogy neki egyébként nem feltétlenül érdeke az, hogy ő beleálljon egy polgári perbe, és akkor ott ő felperesként bizonyítson, meg keresetet terjesszen elő, meg okiratokat csatoljon, mert egyébként ezeknél az engedményezett követeléseknél borzasztóan sokszor előfordul az, hogy az engedményező, ami lehet egy szolgáltató, mobil szolgáltató, pénzintézet, bármi, semmilyen iratanyagot nem bocsát az engedményesnek a birtokába. Tehát neki gyakorlatilag egy darab Excel táblája van arról a követelésről, van egy adós, meg van egy szám. Most, meg nyilván hozzáteszi a saját számát is, gondolom. Persze, természetes, persze. De semmivel nem tudja alátámasztani azt a követelést, mert ő sem kapott semmit a jogelődjétől. És akkor azt mondja, hogy ha ellent mond az adós, perré alakul, akkor ő átlátja azt, hogy a bíróságon az már kevés lesz, hogy én állítom, hogy én nekem ennyi a követelésem, mert ott már bizonyítani kéne. De ha ehhez neki nincsenek meg az okiratai, kimutatásai, egyebek, akkor inkább azt mondja, jó, hát akkor köszönöm szépen, akkor elengedjük. És nagyon sokszor van ilyen, főleg az ilyen kisebb összegű, ilyen 1-200 000 forintos fizetési meghagyásoknál perré alakul, és nem adják be a... Te méri meggondolni? Nem, persze. Persze, és hát ugye az új polgári perrendtartás alapján most már a jogi képviselőknek személyesen meg kell jelenniük a tárgyaláson, tehát nekik azért valahogyan súlyozni kell azt, hogy nem tudnak minden egyes. Tehát a követelés kezelő nagy mennyiségű ügyel foglalkozik, nem tudja az összeset peresíteni. Nem tudja. De a fizetési meghagyást kibocsátja, mert 10-ből 9 megjön. Tehát akkor azért ő már ott kompenzálva. Persze, hogyne, természetes, persze. Most gondolkozunk egy kicsit az adós fejével. Milyen költségeink lehetnek, hogyha ellentmondással élünk? Az ellentmondás alapvetően díjmentes, tehát az, hogy ő a közjegyzőnek megküldi az ellentmondást, az a posta költség, amennyibe a... Vagy a jogi képviselő hát költsége. Igen. Tehát hogyha ő maga terjeszti elő az ellentmondást, akkor a egy darab ajánlott értévevényes levélnek a költsége mondjuk 1500 forint, ha elmegy egy jogi képviselőhöz, ott nyilván a jogi képviselőnek a munkadíját azt meg kell fizetni. Más egyéb költsége ott abba
azonnal az ellentmondás előterjesztésével nem lesz. Sokkal-sokkal többe fog kerülni az, hogyha nem mond ellent, és végrehajtásra kerül a sor. És akkor ez mit jelent, hogy a végrehajtással az ingatlan vagyont is megterhelik mindent? Mindent. Persze, tehát ugyanúgy, mint egy bármelyik másik, bármilyen más jogerős bírósági ítéletnek a végrehajtása, ott bankszámlákat inkasszálják, rendszeres jövedelmet letiltják, ingófoglalás, ingatlan végrehajtás, bármi előfordulhat. Tehát ha valaki esetleg jár a bíróságok épületébe, ugye ott vannak ezek a végrehajtói hirdetőtáblák, ahol az árverési hirdetmények közzé vannak téve, és nem egy, nem kettő van, hogy néhány 100 000 forintos mobiltelefon tartozásért ingatlant árverez a végrehajtó. Néhány klasszikus hibát már említettünk, de mégis, hogyha így összességében a jogi praxisára gondol, mik azok a tipikus hibák, amiket az adósok elkövetnek? A legtipikusabb hiba a nem veszem át, átveszem, vagy bontatlanul, vagy kibontva, de berakom a fiókba, mert nem foglalkozunk vele, mert nem érdekel, meg nem ismerem ezt a céget, meg én ezzel nem vagyok kapcsolatban, nem tudom, miről van szó, biztos hülyeség, és kidobom. Tehát ezek az ilyen nem törődöm hozzáállás, hogy utána sem néz az illető, aki megkapja ezt a fizetési meghagyást, hogy ez egyébként mivel jár, hogyha ő ezzel nem foglalkozik. Ez a legtipikusabb. Vagy az, hogy ez az egyik, és ez a leglényegesebb. A másik, ami még elő szokott fordulni, hogy valamit reagál, de nem jó reagál. Olyan eset is volt, amit egyébként utána nem is tudtunk visszahozni, mert nem lehetett, hogy nem a kibocsátó közjegyzőnek írt ellentmondást, hanem a Magyarországos Közjegyzői Kamarának. Senkit nem érdekelt. Továbbították a közjegyzőnek, csak már határidőn túl érkezett meg. Olyan is volt, aki a hitelezőnek, tehát a faktorcégnek írt ellentmondást. Azt sem érdekelt senkit. Tehát ezek a legáltalánosabb hibák. Annak a közjegyzőnek kell írni, aki tőle a fizetési meghagyás jött, és mivel ebbe a témába ők országos hatáskörrel rendelkeznek, nem kell meglepődni, hogyha mondjuk egy nyírbátori vagy egy kőszegi közjegyzőtől jön a fizetési meghagyás, mert egy automata rendszer sorsolja ki a beérkező kérelmeket, hogy kire szignálja ki a meghagyást. Tehát, hogyha a város nem stimmel és ott sem jártunk, akkor is föl kell bontani ezt a levelet. Kívülről csak annyi látszik, hogy Magyarországos Közjegyzői Kamara, és az ablakban pedig az adósnak a neve, címe. Belül, mikor kibontja a küldeményt, akkor látszik, hogy mondjuk mondom, egy kőszegi vagy nyírbátori közjegyző fejléce van rajta. De nincs jelentősége. Nincs jelentősége, mert bárhonnan jöhet. Bárhonnan jöhet, és nem szabad azt mondani, hogy nem ismerem a céget, akkor nem foglalkozok vele. Mm-hmm. Tehát tényleg az a egyszerűbb, hogyha felkeres egy ezzel foglalkozó jogi képviselőt, elmondja neki, hogy fizetési meghagyás, ellentmondás, csináljuk. Miért érdemes egy jogi képviselőhöz fordulni? Mi az, amiben önök segíteni tudnak? Hát ugye, ha ellentmondással él az adós, akkor az eljárás az ugye perré alakul. És nyilván abban a perben is valamit mondani kell, mert ott már kevés az, hogy nem. Tehát ott célszerű a jogi képviselőnek az ellentmondás előterjesztésére megbízást adni, illetve az ellentmondás okán perré alakult eljárásban történő képviseletére. Mert hogyha valaki otthon megírja a közjegyzőnek, hogy ő ellentmondással él, és nem ismeri el, és vitatja, és sikerül jól megírni, jó helyre elküldeni, időbe elküldeni, stb. Oké. Utána, és a hitelező mondjuk
beadja a keresetet. Tehát nem szűnik meg az eljárás, hanem folytatódik tovább a bíróság előtt az eljárás. Akkor a következő lépcsőfokban a bíróság a illetékes hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, ez általában az adós lakóhelye szerinti bíróság, kiküldi a keresett levelet és mellékleteit az adósnak, ami általában egy ilyen viszonylag vastagabb boríték szokott lenni, abban benne van minden szerződés, számlák, kimutatások, fizetési felszólítás, felt minden, ami az ügyre vonatkozó. És a felperesnek, aki akkor már a felperes a hitelező, vagy hát aki kérte a meghagyás kibocsátását, és az ő keresetét, hogy ő ezt ott már leírja, hogy mit kéri, miért pont ennyit, miért úgy, egyebek, minden. Tehát ott részletes tényállást ad elő, jogi indoklást, jogi érvelést, egyebeket. És a bíróság felhívja az adóst, aki akkor már alperes, hogy akkor 30 napon belül, az átvételtől számított 30 napon belül az írásbeli ellenkérelmét szíveskedjen a bíróságnál előterjeszteni. Ez mit jelent az ellenkérelem? Hát ez az, hogy ott ugye neki meg kell mondania azt, hogy a felperes keresetét ő vitatja, miért vitatja, mennyiben vitatja, miért, hogyan, mi alapján. És tehát ehhez nyilván dokumentumokat is kell, ugyanúgy neki is csatolnia, hát, vagy elég, hogyha szóban elmondja, elég, és írásban? Elég, ha elmondja, hogy ő ezzel azért nem ért egyet, mert, és hát ő neki, plusz, ha vannak plusz dokumentumai, akkor persze csatolhatja, tehát nincsen elzárva ettől, de elvileg a felperes minden releváns iratot csatol, ami az ügyre vonatkozik, tehát ott már ott van kéznél minden, tehát abból kell az adósnak a saját álláspontját levezetni. De ott meg kell mondani, ott le kell írni, hogy miért vitatja a felperes keresetét. És hozzá kell fűzni egy jogi érvelést is. Ami már azért az ügyvéd feladata, gondolom. Hát igen. És ugye itt is van egy nagyon szigorú határidő, egy 30 napos határidő, amiből, hogyha az alperes kicsúszik, akkor a bíróság tárgyaláson kívül bírósági meghagyással, tehát ez is egy meghagyás, csak ez nem fizetési meghagyás, hanem bírósági meghagyás, de tárgyaláson kívül bírósági meghagyással kereset szerint marasztalja az adóst. Tehát úgy veszíti el a pert, hogy bírót nem is lát tárgyaláson kívül. És ez azért egy viszonylag komolyabb történet, mert akkor az ugyanúgy jogerős, végrehajtható, stb. Nyilván a perköltséget is. Hogyne, tehát ott már perköltség, illeték, egyebek, aha, igen. De hogy hogyha az ellenkérelem, tehát bead valamit, amiről ő úgy gondolja, hogy ellenkérelem, de a bíróság azt mondja, hogy hát ez túl általános, meg nem mondta meg, hogy mit, meg miért, akkor lehet, hogy visszautasítja, hogy ez nem... De nyilván, hogy van jogi képviselője, azért az egy másik gondolom, hogy ez egy másik történet. Persze. Tehát ha valaki egy jogi képviselővel jár el ebben az ügyben, akkor jogi képviselő tudja, hogy milyen formában kell az ellenkérelmet előterjeszteni, abban minek kell szerepelni, mire kell hivatkozni, hogy kell fölépíteni. Mik az ilyen tipikus olyan pontok, ami mentén meg lehet nyerni az adós szempontjából egy ilyen pert? Vannak ilyenek? Van, persze, természetes. Nagyon, tehát rengeteg féle van. Ezek általában, amik fizetési meghagyással indulnak, ugye, mondom, tehát a perrendtartás alapján a 3 millió forintnál alacsonyabb követelést kötelező fizetési meghagyással indítani, 3 millió forint fölött lehet, de nem kötelező. Tehát ezek általában ilyen kisebb összegű, tehát az 1-2 tízezer forinttól 1-2 százezer, 1-2 millió forint tőkeösszegé és járulékai iránti követelések. Ez lehet közüzemi díjtartozás, hitelkártyatartozás, mobiltelefontartozás. Közös költség. Közös költség, igen, az egy viszonylag jellemző téma.
ilyesmik, tehát ezek a legjellemzőbbek. És hát mondom, amit már az előbb említettem, hogy itt általában jogutód cégek, engedményesek járnak el jelentős részében, viszonylag jelentős részében az ügyeknek. Ha elkezdi azt vitatni az adós, hogy de akkor ez miért annyi, és akkor mutassa ki, hogy az hogy jött ki, támassza alá bizonyítékok, egyebek, ez azért sok esetben beszokott jönni, hogy egyszerűen nincsenek meg azok a dokumentációk, amik alapján ez a követelés alátámasztható és levezethető lenne. Ezzel lehet. Hát nyilván az alapul fekvő szerződés érvénytelenségére is lehet hivatkozni, az összegszerűségre, elévülésre esetleg nagyon sok esetben van. Ugye például a mobiltelefonos tartozások egy év alatt elévülnek. Tehát azok számtalan olyan eset van, amikor mobiltelefon tartozásokról szól a történet, és mobiltelefon tartozása fizetési meghagyás alapja, hogy elévült. Tehát az egyéves elévülési idő az össze szokott jönni. Tehát az egy viszonylag gyakori eset. Az, hogy az összegszerűség, a keresett összegszerűségét nem tudja bizonyítani a felperes, az is elég sűrűn előfordul, szerződés érvénytelenség, és még számtalan egyéb eset lehet, de hát ez az a jogi képviselő, aki ebbe a perbe eljár, az ezt meg tudja oldani. A másik fontos kérdés szerintem, hogyha valaki úgy dönt, hogy jogi képviselőt akar felkeresni, akkor mit vigyen magával? Hát ha fizetési meghagyásról van szó, ott annyiból szerencsésebb a jogi képviselő helyzete, meg az adósé is egyébként, hogy ott elég, ha csak és kizárólag a fizetési meghagyást elviszi. Tehát ott az elég. Ott az elég, hogy van egy kaptam egy ilyen fizetési meghagyást, jó, köszönöm szépen. Abból már lehet dolgozni, az ellentmondást be lehet nyújtani, és hogyha az eljárás perré alakul, és a felperes előterjeszti a keresetét, bizonyítékait, akkor majd a felperes szolgáltatja az összes mindenféle dokumentációt, ami ezzel kapcsolatos. Tehát az adósnak ezzel nem kell ilyen formán foglalkozni. Tehát ez egy kicsit más, mint a devizahiteleseknél, amit beszéltünk, hogy azért jó lenne néhány dokumentumot összeszedni. Így van, mert mivel itt nem az adós indítja a pert, hanem ő az, akit beperelnek, tehát majd a másik fél, aki állít, majd neki kell mindent mellékelni. Neki kell mindent mellékelni, majd ő bizonyít. És akkor majd ő benyújtja a megfelelő iratokat, és akkor abból dolgozunk. Nyilván, hogyha az adósnak ezen fölül még vannak egyéb okiratai, az nincs elzárva attól, hogy azt felhasználja, de magát a pert azt le lehet zongorázni abból az iratanyagból, amit a felperes szolgáltat, hiszen a bíróság is abból fog dolgozni. Milyen sokáig szokott ez elhúzódni, mert az ugye a másik fontos kérdés. Minden ügy más, tehát ezt... Tehát akkor ezt nem lehet így belőni. Ezt egy előre nem lehet megmondani. Ha megszűnik a per, mert nem nyújt be keresetet, akkor egy-két hónapon belül megjön az, hogy egy-másfél hónapon belül megjön az, hogy megszűnt a per. Ha benyújtja a keresetet, és perré alakul a dolog, akkor ott ugye az ellenkérelem előterjesztésére nyitva áll egy 30 nap, az lejár, bemegy az ellenkérelem határidőbe, akkor ott a bíróság dönthet úgy, hogy még számára ott még egy-két dolog nem világos, akkor további írásbeli perfelvételt rendel el, kiküldi a felperesnek az ellenkérelmet, hogy arra még írásban nyilatkozzon, azt megküldi az alperesnek, hogy akkor arra egy viszontválasz, az még egy másfél-két hónap, és akkor utána kitűzi. Tehát az első tárgyalásra azért egy olyan nagyságrendileg fél évvel később kerül sor. Aztán, hogy utána meddig húzódik az ügy bonyolultságától. Persze. Jó, de azért számíthatunk egy hosszabb folyamatra, tehát egy-két hét alatt nem lehet lezongorázni, az biztos. Nem, az egy hosszabb történet. Ugye említettük a legelején azt, hogy 10-ből 9 ember nem is él ezzel a lehetőséggel. Ott van az a
X százalék, aki viszont él, ott van ilyen meghatározható siker arány? Mondjuk 50-50 százalék, vagy ez szintén ügyektől függ? Ügyektől függ, mert azért mondom, ez egy nagyon borzasztó széles spektrum, hogy milyen követeléseket próbálnak a hitelezők, vagy a jogosultak fizetési meghagyás útján érvényesíteni. Tehát ugye teljesen más a siker, hát attól függ, hogy mit nevezünk sikernek, de teljesen más végkimenetele van mondjuk egy közüzemi díjtartozás iránti pernek, hiszen ott, hogyha nem sikerül az elévülést bizonyítani, tehát hogy az a követelés az elévült, akkor ott az összegszerűséggel ugye a hitelesített mérőórákkal nem nagyon, ott lehet, nagyon nem lehet, így van. Tehát az egy viszonylag tényszerű dolog. Ott nagyon nem lehet mit csinálni, maximum részletfizetést kérni valamit, esetleg mondom az elévülés, ami szóba jöhet. Az összes többinél közös költség, ott attól függ, hogy a társasház szervezete mennyire volt precíz, ott már azért bele lehet mászni egy kicsit a dolgokba. A mobil szolgáltató az általában, az ott is ugye ott a számlákat, a kibocsátott számlákat nagyon nem lehet vitatni, hogy aznak miért annyi a számla végösszege, ott általában az elévülés szokott a sikerre vezetni. Ha elévült, akkor jók vagyunk, ha nem évült, akkor nem vagyunk jók. A devizahitel az ugye az ott bármi lehet, és bárminek az ellenkezője is. És hát körülbelül ezek a tehát, de hát vannak azért olyan ügyek, ahol sikerre lehet vinni. Mondom, a bizonyítás nehézsége miatt azért viszonylag egyértelműnek tűnő ügyeket is azért sikerre lehet vinni. Sokkal nagyobb eséllyel, mint hogyha egyébként semmit nem csinál az adós. Tehát azért érdemes mindig ellentmondással élni. Abból még baj nem volt, hogyha valaki kapott egy fizetési meghagyást és ellentmondott, mert azért itt tényleg borzasztó régi, rengeteg olyan eset van, valóban én is találkozok olyanokkal, ahol az adósnak fogalma nincsen arról, hogy ki az a cég. Mert ott a háttérben már volt 3 engedményezés. Tehát az eredeti hitelező eladta valakinek, aki eladta annak, és a harmadik, negyedik engedményesnél van a történet, és való igaz, hogy az adósnak fogalma nincsen arról, hogy az kicsoda. De sok esetben azért azt látom, hogy ebből fakad az, hogy azért viszonylag sok fizetési meghagyást nem peresítenek a jogosultak, hogy ő nem követelést vásárol, tehát nem egy ténylegesen dokumentált és jó bizonyított követelést vásárolt, hanem egyszerűen egy jogcímet a fizetési meghagyáshoz, mert azért az mégiscsak elegánsabb, mint hogyha random személyeknek küldözgetné ki a meghagyást. Mert egyébként a közjegyző nem vizsgálja a jogalapot és az összegszerűséget. Tehát ez tény kérdés. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt a meghívást, és hogy ismét egy értékes fél órát tölthettünk együtt, és hát 2 hét múlva folytatjuk. Mert köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, Köztér Extrával 2 hét múlva jelentkezünk a devizahitelesek ügyével kapcsolatban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.